olyan lehetsz, amilyen akarsz. Van egy hangulata. Főleg, ha az ember nem csak úgy van itt, hogy császál ide, császál oda, hanem van valami dolga, van valami, amit csinál. Konkrétan nekem ez a mindennapi öltözetem. Tehát nem kifejezetten erre az alkalomra öltöztem ki, hanem én magamat adtam itt is. A Mondó magazin nagyon nőtt közösségi találkozója tulajdonképpen, de a magyar animés élet minden részevőjét meghívtuk és meg is jelentek. A helyszín pedig ugye a Hung Expo K1 épülete. Ez egy új helyszín, itt még nem voltak ilyen animés rendezvények, de úgy látszik, hogy egyre nagyon jól bevált. Én szeretem az animéket, mangákat, és igazából a nyári koron voltam először, és akkor úgy megfogott az egész cosplay dolog, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy beöltözök. Én a Soul Eater című animéből öltöztem be, Halálkaszának. Ő a főszereplő lánynak az apja, aki egyben egy emberi fegyver. Nekik az a képességük, hogy különböző fegyverekké tudnak átalakulni. Jó érzés olyan karakterek bőrébe bújni, amilyen a magánéletben nem lehet az ember kicsit a hétköznapokból kiszabadulni. Kicsit kisebben, mint általában, de itt is megtalálható a cosplay, a rajzolás, a különböző egyéb videójáték, egyéb workshopok, lehet animéket nézni, és természetesen nagyon sok mindent vásárolni. És ami egy elég hangsúlyos része a rendezvénynek, hogy beszélgetéseket lehet hallgatni. Programok nagyon jók. Érdekes embereket lehet itt megismerni. Remekül be lehet vásárolni, itt van minden egy helyen, nem kell mászkálni érte. A hangulat megfog. A rendezvény célja az, hogy összegyűjtsük azokat a fiatalokat, akik szeretik ezt a fajta környezetet, ezeket a sorozatokat, ezt a műfajt egyáltalán, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy ők találkozni tudjanak sokan egyszerre egy helyen. Ez egy nagy csapat, aki összeáll konkrétan, és együtt öltözünk, együtt énekelünk, együtt csinálunk mindent. Közös az érdeklődési körünk, egy dolgot szeretünk. Általában minden jelmezünket együtt szoktuk csinálni, így felváltva ki melyikünk, mihez ért. Én például anyagokat szeretek jobban festeni, meg ilyen kiegészítőket készíteni, ő pedig inkább a szabás mintákat szoktak csinálni. Élvezem azt, hogy lefényképeznek, hogy hozzám mernek szólni, és nem csak egy vagyok a tömeg közül. Elsősorban a világlátás az, ami tágulhat a mangák és az animék révén, tehát hogy vannak bizonyos dolgok, amikről megtanuljuk, hogy így van, akár Magyarországon, akár a nyugati kultúrkörben, és erre jönnek az animék, és azt mondják, akár egy csapásra, hogy ez lehet máshogy is. És ezen a fiatalok el tudnak gondolkodni, hogy most a világban hogyan működnek a dolgok, és találnak más válaszokat, és ezáltal csak is színesebb lehet a fiatalság. Mindig is ilyen kis különc voltam, tehát hozzászoktam, hogy az emberek ezt furcsálják. Nekem ez normális, valakinek meg más a normális, nekem ez.